Napközis tábor tartott a Kisteleki Család és Gyermekjóléti Központ. Barnáné Juhására vezetőt és a résztvevő gyerekeket kérdeztük. Napközis tábort szervezett a Kisteleki Család és Gyermekjóléti Központ. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Barnáné Juhásárát, a központ vezetőjét. Köszöntöm Önt, kicsit beszéljünk is erről a táborról, ugye több ilyen tábor is volt és még lesz is a jövőben. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a tévénézőit. Az idejében is 4 alkalommal rendeztük meg a táborunkat, illetve van még egy hét, a jövő hét, amikor még a 4. tábor kerül megrendezésre. Most jelenleg a 3. hétnél tartunk. Annyit kell tudni a táborainkról, hogy ingyenesek, ingyen lehet őket igénybe venni. 15 fősre tervezzük a táborokat, illetve eléggé vegyes korosztálya, 7 évestől 12 éves korosztályig jönnek a gyerekek. A tábor helyszíne az általában mindig itt a vásártéren van, ez nagyon-nagyon jó és ideális hely a táboroztatásra, mert hatalmas zöld felület van, hűvöstadófák, meg itt van a civilház, úgyhogy tényleg ideális, és itt ragadnám meg akkor az alkalmat, hogy megköszönjem Kisterekváros önkormányzatának, hogy az idén is ingyenesen bocsájtotta rendelkezésünkre ezt a területet, illetve a Kistelek és Vonzás Körzete, Lelki Segítőjének Egyesülete, valamint a Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatja a táborainkat. Milyen programok voltak itt a gyerekeknek ezekben a táborokban? A 4 hétre hasonló programokat terveztünk, a szülők, illetve a gyerekek igényeit szem előtt tartva. Az idei évben egy kicsit kevesebb a kötött program, több a szabadidős tevékenység, de minden napra hívunk vendégelőadókat, akik bekapcsolódnak a tábor életébe. Ha ezt a hetet vesszük figyelembe, akkor a hétfői napon Szegedről a fogyatékosügyi tanácsadástól jöttek ki, tanácsadó kollégák jöttek segítséget nyújtani nekünk, és érzékenyítő előadást tartottak. Hát itt betekintést kaphattak a gyerekek a különböző látás, hallás, értelmi és mozgássérült embereknek az életéből, mindennapjaiból, valamint hoztak olyan tárgyakat, amik segítséget nyújtanak nekik a mindennapjaikban, és akkor ezeket ki is tudták próbálni. Tetszett nekik, érdeklődőek voltak, és sok-sok kérdéssel bombázták a kolléganőket. A keddi napon az EFI iroda munkatársa volt nálunk, gyümölcssalátát, illetve zöldségsalátát készítettünk, és a tevékenységek közepette beszélgettünk az okostányérról, a helyes táplálkozásról, komposztálásról, minden ilyen hasznos dologról. Szerdán pedig Kurucsai Szabolcs jött el hozzánk az Elvis nevű vakvezető kutyájával. Mindig nagy siker, nagyon szeretik Szabolcsot is és a kutyát is. Itt hát Szabolcs is beszélt arról, hogy milyen a vakoknak az élete, milyen nehézségbe küzdik, és milyen nehézségbe ütköznek, és hogy milyen segítséget tud neki nyújtani Elvis kutya. Majd a beszélgetés után pedig ilyen ügyességi játékokat találtunk ki nekik. Annyi volt a nehezítés, hogy becsukott szemmel, illetve bekötött szemmel kellett ezeket a feladatokat végrehajtani. Csütörtöki nap folyamán a rendőrség látott minket vendégül. Megismerhették a gyerekek a rendőrségi épületét, illetve betekintést nyerhettek a rendőröknek a munkájába. És hát tényleg ez is nagyon tetszett nekik. Ma reggel például 2 kislány jött hozzám, és mondja, hogy hát ő felnőtt korában rendőr lesz, mert ennyire megtetszett neki a tegnapi rendőrségen szerzett tapasztalat, illetve a rendőröknek a munkája, úgyhogy vannak hozadékai ennek a tábornak. A mai nap pedig a Vöröskereszttől jött ki a kolléganő, és itt pedig az első segélynyújtásnak az alapjait mutatják be, gyakorolhatják, majd a nap folyamán pedig ilyen különböző méretű, nagyságú, mélységű sebeket, sérüléseket fognak
festeni, illetve kreatívkodni a kezekre. Ez azért jó, mert lehet egymást riogatni vele, illetve ha délben jönnek a szülők, akkor őket is. Hogy érezted magad a táborban, és miket csináltatok? Nagyon jól érzem magam a táborba, és elmentünk a rendőrségre is. Az volt a kedvenc program? Miért tetszett? Hát, megnéztük a kamerákat. Aha. Okay. Miket csináltatok még a héten egyébként? Strandoltunk. Most volt ugye kint a Vöröskereszt, és akkor együtt csináltatok? Erről is mesélsz? Igen. Azt tanultuk, hogy mit kell csinálni, hogyha egy ember nem lélegzik, és meg kell menteni. Na, és mi volt? Megcsináltuk azt, hogy felébresztettük. Hogy érzitek magatokat a táborban, és milyen programok voltak a héten? Hát jól érezzük magunkat. Nekem a kedvenc programom az volt, hogy tegnap a rendőrség. Neked? Nekem igazából minden tetszett. Aha. Elmondjátok így, hogy mik voltak a héten? Összefoglaljátok? Hát a rendőrség. Uh-huh. Meg volt gyümölcssaláta. Uh-huh. Volt itt ugye Kurucsai Szabi is, a kutyussal. Amikor voltak itt Elvis, akkor volt, csináltunk padokból ilyen folyosót, azt ott szemkötővel kellett menni. Uh-huh. És akkor megcsináltunk zöldségsalátát. Uh-huh. És igazából ennyi. Lada BMW Fesztivál tartottak Csengelén. A pénteki nap egy zenés ütögetéssel, grillpartival kezdődött, ahol többek között Dévényi Tibi bácsi színpadra lépett. A szombati napon folytatódtak a programok, vetélkedők, pörgésforgás, gumifüstölés, felvonulás a falu utcáin. A település polgármesterével beszélgettünk.
Lada BMW Fesztiválon vagyunk, és Csengel polgármesterével, dr. Tóth Tiborral beszélgetünk. Köszöntelek, kicsit beszéljünk erről a Lada BMW Fesztiválról, milyen múltra is tekint pontosan vissza. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a tévénézőket, és igen, ez az idei találkozó, ez már nem is találkozó, ez egy fesztivál, hiszen most az idén találták ki először a szervezők azt, hogy átalakítják azt, ami eddig csak egy találkozó volt és egy napos volt, és egy kettőnapos rendezvénnyel készültek már nekünk, ami ugye úgy nézett ki, hogy a tegnapi pénteki napon már lement ugye a megnyitó, illetve volt egy ilyen grill party, volt föllépő is, ugye tegnap este Dévényi Tibi bácsi volt itt, aki zenét nyomatott nekünk, illetve egy nagyon jó kis műsort, majd utána ugye az SMG lépett föl, és utána egy diszkó következett, és ez hát ilyen 2:30-3 magasságában lett vége, de 4 órakor szállékozott haza mindenki, és én nagyon örülök annak, hogy így ezt mindig sikerül megrendeznünk, ezt a rendezvényt minden évben, mert ugye több mint 10 éve tart ez a hagyomány itt Csengerén, hiszen ez az embereket összefogja. Egy nagyon jó közösség, megtartó, közösségépítő szerepe van ennek, és én gondolom, ezt hiszem is, nem csak gondolom, hogy az embereknek erre nagy szüksége van, és még ezt sok-sok éven keresztül kívánom, hogy a szervezők meg tudják majd rendezni. Mi mindig támogatni fogjuk az önkormányzat részéről. Szerintem bárki is legyen az önkormányzat vezetésében, ezt mindig támogatni fogja, hiszen erre nagy szüksége van az embereknek. És tényleg én is visszaemlékszem arra, hogy fiatalként mi is milyen nagy örömmel jártunk ilyen találkozókra. Akkor itt a településen nem volt még ilyen lehetőség, nem volt semmilyen rendezvény, és ugye így máshova, Dunaújvárosba, Komáromba kellett eljárkálnunk találkozóra, és most pedig ez ide került hozzánk, hogy itt is van egy hasonló rendezvény, amiért tényleg nagyon nagy köszönet illeti a szervezőket, és nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ide kilátogatott.
augusztus 19-én szombaton délután került sor a Kite és a Rózsa KSE közös labdarúgó mérkőzésére. Ennek az összefoglalóját tekinthetik meg a következőkben. Thank you.
fél évszázados évfordulót ünnepelt a Kisteleki Citerezenekar. 50. születésnapi alkalmából rendezték meg a Kisteleki Népzenei Találkozót. A citerás találkozón az 50. jubileumát ünneplő Kisteleki Citerezenekar mellett fellépett a Hangász Együttes gyermekzenekarra is. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Budapest majd a nyilvánban megrendezett